tarolt a Panonhalmi borvidék a Vince gálán. A szervezők első alkalommal ítélték oda a Vince díjakat, a győzteseket 50 kategóriából választotta ki a zsűri. A Panonhalmi főapátság pincészete egyedüliként kapott négy jelölést, amelyből hármat meg is nyert. A Hemina a fehér házasítások közül két díjat söpört be, de büszkék lehetnek Pinonomáriukra is, amely szintén sikert aratott. Panonhalmára került a legjobb borászatnak járó díj is. Azt gondolom, hogy az összes díj közül talán épp a legjobb pincészetnek járó díja, a legértékesebb. Azon visszajelzés szempontjából, hogy ez nem egy adott tételre, nem egy adott évjáratra vonatkozik, hanem sokkal inkább egy ilyen globális teljesítményre. Az, amit a pincészet nem pillanatfelvételként az idei évből vagy az előző évjáratból fel tud mutatni. Illés Tamás hozzátette, mindez az elhivatottság mellett annak köszönhető, hogy folyamatosan törekednek a minőségre, amit csak nem két évtizede munkájukon, illetve boraikon keresztül próbálnak megmutatni. Ez egy olyan csapatmunka, ami, ami, pontosan itt mutatja meg igazán az erejét. Számunkra nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy a, a, borok minőségén túl azt a fajta presztist, azt, azt a fajta, elhivatottságot, azt a fajta elköteleződést, ami egyébként a múltból, a tradícióból, a hagyományunkból táplálkozik, azt a jelenkorban megmutassuk, de tegyük mindezt úgy, hogy ez a jövőbe is mutasson. A nyúli cseri pincészet szintén kivívta magának a szakma és a közönség elismerését, mégpedig egy 2017-es évjárat rajnai rizlingnek köszönhetően. Nagyon bízom benne, hogy annak köszönhetjük részben, hogy nagyon sokat foglalkozunk a rajnai rizlinggel, ugye ez a fő fajtánk, és talán most kezdjük azt érezni, hogy kezd beérni ennek a sok munkának a gyümölcse. Egyre elismertebb a rajnaink, talán országszerte, azt, azt merem most már mondani. És ugye a Septimus rizlingünk az egy eléggé szelektált szőlőből, nagyon odafigyeléssel készített bor a borász szerint ezt a bort az különbözteti meg társaitól, hogy csak a legszebb szőlőből készülhet, ezért 2021-es évjárat nem is lesz belőle. Nem tudtunk olyan szép szőlőt születelni, ezért csak teljesen egészséges szőlőből készülhet, és nem kap fajélesztős beoltás, hanem ez egy spontán erjesztett tétel, amit hordóban készítünk, ahol a saját seprőjét kapja vissza erjesztő anyaggyanánt, úgyhogy kvázi teljesen természetes módon erjed ez a bor. A Vincebor magazin a hazai borok mellett pálinkák, sörök, dzsinek között hirdetett versenyt, továbbá díjazták a legjobb vendéglátóhelyeket, borkereskedéseket is.